Cloaca is everything. It's a parody on industrial companies, on industrialization, corporate life, economy. Minden művére jellemző az ellentétek játéka. It's a parody on life. It is a parody on every process. A process of thinking, a process of creativity. It's also a reflection on commerce and branding. And it's also a reflection on the status of an artist and what does it mean to be an artist today. And the position, the celebrity status of an artist, and I kind of challenge that a little bit. Nagyon szeret használni organikus anyagokat, ez lehet az élő állattól, ugye a disznóktól kezdve, mondjuk a Cloaca installáció által termelt emberi ürülékig is. When I was developing the Cloaca project, there was like a break with my other works. It was more, less visual. It was not so surrealistic. It was not so funny, maybe. But it was also looking more like a daily machine. So I thought, oh my God, how can I make it more visually interesting? I need a mascot. Actually, the same reason why companies are using a mascot, to give this anonymous big company a face, a friendly face. Végül is, ha megnézzük, az ürülék, ez mindenkinél egyforma. Tulajdonképpen ez egy nagy egyenlősítő gép, mert az amerikai elnöktől az utcán kordul emberig mindenkinél ugyanez a végtermék. Ezzel szemben, ugye amint ő behelyezi a múzeumi térbe ezt az installációt, azonnal felértékelődik. I needed also a mascot that people could relate to the whole project. And Mr. Clean is like perfect, because he's clean, he's like Cloaca, it's a bit unclear what his sexual preferences are. Okay, he's male, but it's very unclear what he is. He has this earring and he's really friendly. Fancy shirt. Yeah. So it's a very ambiguous character, just like Cloaca is. Ez maga az elektronikus része, hát embernek kellni az, hogy kiigazodjon ezzel valakit. Beleteszem a kaját abba a töltsérbe, ez lejön ebbe a darálóba végül is, ez megrágja, mint ez megfelel végül is az emberi szájnak, ez továbbítja itt ezen a csövön a már megrágott kaját ebbe az első üvegbe. Ez az első üveg, ez végül is a gyomrunk. Ugyanaz a folyamat megy végbe itt, mint ami a belegben. Lúgok meg savak oldják ezt az egész trutyit, ami benne van. Az utolsó pumpa átpumpálja az egészet ebbe a szerkezetbe, és amikor megtelik végül is ez az egész, akkor pedig lenyomja, és itt kijön végül is a végtermék belőle. Mindez 27 óra alatt, pontosan úgy, mint ahogy az embernél. Ezeket, amik itt vannak, ezek a savak, meg ilyesmik, ezeket minden nap pótolnom kell. Van egy konyha hátul, ahol kifejezetten van egy ilyen kis keverőlabor, ahol kell ezeket előállítani. Savak, amiket kell használni, szigorúan csak maszkkal, meg szemüveggel, meg védőkesztyűvel, meg minden ilyesmivel lehet.